Hello, sziasztok, és nagyon szép jó napot, valamint kellemes, mosolygós, vidám, szerdai napot kívánok mindenkinek. Üdvözlettel Frici, Balatonfüred környékéről, a Zöldkeresztúra útvonalról. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, kedves nézőim, én itt vagyok Balatonfüred környékén, a Zöldkeresztúra útvonalon, ami természetesen nem a véletlen műve, hiszen ez egy újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videó lesz tőlem, Fricitől, ahogy már megszokhattátok. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel, ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videóban. Köszönöm szépen! És én a továbbiabban majd arra felé fogom folytatni az én kis sétámat. Tehát én a továbbiakban majd arra felé fogom folytatni az én kis sétámat, arra Hidegkút irányába, tehát abba az irányba fogom folytatni az én kis sétámat. Konkrétan azt a sétámat fogom folytatni abba az irányba, amit én az ezt megelőző videóimban kezdtem el, de ahhoz, hogy értsétek, hogy tulajdonképpen én itt miről is beszélek, feltétlenül nézzétek meg az ezt megelőző videókat is. Köszönöm szépen! Tehát én a továbbiakban majd arra felé fogom folytatni a sétámat, de még mielőtt tovább folytatnám arra felé a sétámat, megmutatom néktek konkrétan, hogy az ezt megelőző videómban honnan is érkeztem. Ez következik most, hogy ezt szépen megmutatom néktek itt a videó elején. Hát konkrétan én az ezt megelőző videómban abból az irányból érkeztem, tehát abból az irányból érkeztem az ezt megelőző videómban. De ahhoz, hogy értsétek, hogy én itt tulajdonképpen miről is dumálok, feltétlenül nézzétek meg az ezt megelőző videókat is. Köszönöm szépen! Tehát én abból az irányból jöttem, arra felé van a Nosztori autós pihenő, illetve a Nosztori kalandpark is konkrétan arra felé van. Én konkrétan az ezt megelőző videómban abból az irányból jöttem, de ahhoz, hogy értsétek, hogy itt miről is dumálok, feltétlenül nézzétek meg az ezt megelőző videókat is. Köszönöm szépen! Így hát a továbbiakban én nem arra felé fogok haladni, hanem szépen fordulok egy újabb 180 fokot, és folytatom tovább az én kis sétámat Hidegkút irányába, itt a Zöldkeresztúra útvonalon. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen! És akkor én folytatom is tovább, arrafelé az én kis sétámat, tartsatok velem! És akkor, ahogy mondottam az előzőekben, én már folytatom is tulajdonképpen a én kis sétámat, méghozzá azt a sétámat konkrétan, amit én az ezt megelőző videóimban kezdtem el, de ahhoz, hogy értsétek, hogy én itt tulajdonképpen miről is dumálok, feltétlenül nézzétek meg az ezt megelőző videókat is. Köszönöm szépen! És akkor a Zöldkeresztúra útvonal tulajdonképpen itt véget is ér. Tehát itt ér véget a Zöldkeresztúra útvonal ezen a ponton. Én majd a továbbiakban arra felé fogok haladni, tovább a zöld sávon, egészen Hidegkútig, mert arra felé halad a zöld sávtúra útvonal, meg a piros sáv túraútvonal is arra felé halad, de én a zöld sávon fogom folytatni az én kis sétámat egészen Hidegkútig, amit mindjárt meg is mutatok nektek, hiszen itt van. Tehát itt van a zöld sáv túraútvonalnak a teljesen egyértelmű jelzése, és itt látható annak a Zöldkereszt túraútvonalnak is a jelzése, amin ez idáig sétáltam, mert egészen ez idáig, eddig a pontig, ezen a bizonyos Zöldkereszt túraútvonalon sétáltam, egészen eddig a pontig,
hiszen itt a Zöldkereszt túraútvonal véget ér, és itt beletorkolódik a Zöldkereszt túraútvonal a zöld sáv túraútvonalba, aminek a teljesen egyértelmű jelzése itt látható, és ugyanakkor itt látható a piros sáv túraútvonalnak is a teljesen egyértelmű jelzése. Erről a piros sáv túraútvonalról azt kell tudni konkrétan, hogy ez elindul Balatonfüredről, a hajóállomásról, és tart egészen a Noszlopi Gáspár kilátóig, ez a bizonyos piros sáv túraútvonal, míg ez a zöld sáv túraútvonal Balatonfüredről indul ki a vasútállomásról, és tart egészen Hidegkútig, ez a bizonyos zöld sáv túraútvonal, míg ez a Zöldkereszt túraútvonal, ami ugye itt ért véget, hiszen ez idáig, eddig a pontig, ezen a Zöldkereszt túraútvonalon jöttünk, hát itt van vége a Zöldkereszt túraútvonalnak, és a Zöldkereszt túraútvonal tulajdonképpen ugye innen indul ki, és tart egészen a Nosztori autós pihenőig, ahonnan én ezt a sétát elindítottam, de nézzétek meg az ezt megelőző videókat is, köszönöm szépen, és akkor ugye láthassátok a ezt megelőző videókban, hogy én tulajdonképpen az ezt megelőző videóimban mindvégig ezen a bizonyos Zöldkereszt túraútvonalon sétáltam, az ezt megelőző videóimban, ami most itt véget ér, hiszen itt ér véget a Zöldkereszt túraútvonal, és itt a Zöldkereszt túraútvonal beletorkolódott a zöld sáv túraútvonalba, aminek ugyancsak itt látható a teljesen egyértelmű jelzése. És akkor én a továbbiakban a zöld sáv túraútvonalon folytatom az én kis sétámat egészen Hidegkútig. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen! És akkor itt magunk mögött hagyjunk a Zöldkereszt túraútvonalat, hiszen egész idáig a Zöldkereszt túraútvonalon jöttem, de nézzétek meg az ezt megelőző videókat is, és akkor fogjátok tudni, hogy konkrétan miről is dumálok. És akkor itt a Zöldkereszt túraútvonalat elhagyom, hisz itt véget ért, beletorkolódott a zöldsáv túraútvonalba, és innentől kezdve a zöldsáv túraútvonalon fogok haladni, egészen Hidegkútig, tartsatok velem! És akkor én ugye abból az irányból jöttem, tehát én ugye abból az irányból érkeztem, tehát onnan jöttem, arra felé van a Nosztori autós pihenő, illetve a Nosztori kalandpark is konkrétan arra felé van, én abból az irányból jöttem, és az öt sáv túraútvonal pedig konkrétan ugye abból az irányból jön, tehát abból az irányból jön a zöld sáv túraútvonal a Balatonfüredi vasútállomástól, illetve a piros sáv túraútvonal is konkrétan abból az irányból jön, csak az ugye a Balatonfüredi hajóállomástól jön. Tehát abban az irányban van ugye Balatonfüred, tehát arrafelé van Balatonfüred, arrafelé halad a zöld sáv túraútvonal egészen Balatonfüred vasútállomásig, illetve arrafelé halad a piros sáv túraútvonal is, egészen Balatonfüred hajóállomásig. Na de, minket most ez nem érdekel, hiszen itt mi most folytassunk a sétánkat a zöld sáv túraútvonalon, egészen Hidegkútig. Tehát abba az irányba van Balatonfüred, arra van Balatonfüred, ha egy kicsit tovább átfordulok, abba az irányba van a Nosztori autós pihenő, a Nosztori kalandpark is arra felé van, én abból az irányból jövök, tehát onnan jövök, és így néz ki a közvetlen környezet, ahogy látható ezen a felvételen, és én a továbbiakban konkrétan arra felé fogok haladni, mert arra felé van Hidegkút, tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen. És akkor én már folytatom is tovább az én kis sétámat, egészen Hidegkútig. Most már a zöld sáv túraútvonalon haladok, hiszen rátértem a zöld sáv túraútvonalra. Méghozzá arra a zöld sáv túraútvonalra tértem rá konkrétan, ami tulajdonképpen
Balatonfüredet köti össze Hidegkúttal. Mert ugye Balatonfüred és Hidegkút között halad ugye a zöldsáv túra útvonal. Ugye arról is már természetesen van videó a csatornámon. Nézzétek meg azokat a videókat is. Köszönöm szépen. És akkor most szépen haladok Hidegkút irányába tulajdonképpen, mert konkrétan most Hidegkút felé haladok, hisz a mai úti célom, ahogy már mondottam ezt megelőző videóimban, Hidegkút, mert Hidegkút a mai úti célom, de ezt én már az ezt megelőző videóimban elmondtam. Nézzétek meg az ezt megelőző videókat is, köszönöm szépen. És akkor szépen haladok tovább, itt a zöldsáv túra útvonalon, egészen Hidegkútig, mert Hidegkútig fogok most elsétálni, ezen a bizonyos zöldsáv túra útvonalon. Ugye a mai úti célom az, ahogy mondottam, Hidegkút. És akkor szépen haladok is tovább, most már a zöldsáv túra útvonalon. Folytatom a én kis sétámat, mert tényleg a zöld sávon folytatom, és valójában már ezen a túra útvonalon fogok mindvégig haladni, mert tényleg mindvégig ezen a túra útvonalon fogok haladni, egészen Hidegkútig, ezen a bizonyos zöld sáv túra útvonalon, mert tényleg ezen fogok haladni most már mindvégig, amíg el nem jutok Hidegkútig, és majd Hidegkúton véget fog érni az én kis sétám, és majd onnan szépen visszautazok busszal Veszprémbe, vagy Balatonfüredre, még nem tudom, amerre majd előbb kapok buszt, arrafelé fogok elindulni, mert Hidegkút ugye az egy zsákfalu tulajdonképpen, ha úgy vesszünk. Tehát Hidegkút az egy zsákfalu, konkrétan. És akkor szépen haladok tovább, ahogy látható ezen a felvételen. Folytatom tovább a én kis sétámat, méghozzá azt a sétámat folytatom tovább, amit én a ezt megelőző videóimban kezdtem el. De ahhoz, hogy értsétek, hogy én itt tulajdonképpen miről is dumálok, feltétlenül nézzétek meg az ezt megelőző videókat is, köszönöm szépen. És akkor szépen haladok Hidegkút felé, most már a zöldsáv túra útvonalon, hiszen rátértem a zöldsáv túra útvonalra, és ezen a zöldsáv túra útvonalon keresztül fogom megközelíteni Hidegkutat, tehát Hidegkút falut. És akkor itt van egy erdei útkereszteződés, szép nagy útkereszteződés. Én ugye arrafelé haladok a továbbiakban, mert arrafelé van a Hidegkút, tehát abban az irányban van a Hidegkút, én arrafelé folytatom tovább a sétámat, és itt van egy útelágazás, abban az irányban is megy egy út, én ugye konkrétan ugye abból az irányból jövök, tehát én onnan jövök, abból az irányból jövök, arra felé van Balatonfüred, meg a Nosztori autós pihenő is arra felé van, meg a kalandpark, és akkor itt van egy újabb útelágazás, egy újabb út, és abba az irányba is halad egy út, arra felé, tehát arra felé is halad egy út, de minket most csak egy út érdekel, ami arra felé halad, mert arra felé van Hidegkút. És akkor haladok tovább. Nos, lányok és fiúk, kedves nézőim, haladok tovább, ahogy látható ezen a felvételen. Tehát folytatom tovább az én kis sétámat Hidegkút irányába. És nem sokára jön majd az emelkedő. Az az emelkedő, amiről már beszéltem az ezt megelőző videóimban. Mert tényleg most az emelkedő fog majd jönni, hiszen át kell másznom egy hegyet ahhoz, hogy eljussak Hidegkútig, mert át kell másznom egy hegyet, ami eléggé meredek oldala van neki,
Tehát eléggé meredek lesz majd, mármint maga az út, mert tényleg baromi meredek lesz majd, de hát ezt mindenképp át kell másznom, ahhoz, hogy eljussak Hidegkútig, tehát ezt a hegyet mindenképp át kell másznom, tehát nem fogom megúszni, mert át kell másznom rajta, ami egyébként a Recsekhegy, és annak a tetején található a Noszlopi Gáspár kilátó, a Recsekhegy tetején, mert tényleg ez a Recsekhegy lesz, amit át kell majd másznom, ami egyébként egy mészkő kup tulajdonképpen, mert mészkőből van, egy mészkő kup konkrétan, a Recsekhegy, méghozzá ugye a balatonfüredi híres mészkő, vagy balatonszőlősi mészkő. Most nem is tudom, hogy balatonfüredi vagy balatonszőlősi mészkő, de mindegy is, mert mészkő, és ez a lényeg. Tehát a Recsekhegy, ami át fogok mászni, az tulajdonképpen egy mészkő kup, tehát egy mészkő hegy konkrétan, amit én át fogok majd mászni. Lányok és fiúk, jön majd az emelkedő lassacskán, ami jó meredek lesz, és ez pedig ugye a Recsekhegy, és annak a tetején van ugye a Noszlopi Gáspár kilátó, ahonnan egész jó kilátás van a Tihanyi félszigetre, mert erre baromi jó kilátás van onnan a Tihanyi félszigetre, hisz már több alkalommal is jártam ott fent, a Recsekhegyen, a Noszlopi Gáspár kilátóban, mert erre már több alkalommal is jártam ott, és most is ott fogok majd elmenni mellette, a Noszlopi Gáspár kilátó mellett. És akkor szépen haladok előre felé, ahogy látható ezen a felvételen. Utoljára itt jártam, akkor itt volt némi sár, az igencsak még télen volt, amikor én utoljára itt jártam, igencsak tél volt még, vagy legalábbis kora tavasz, ha jól emlékszem. Most pedig ugye július 27-e van, pontos idő és dátum folyamatosan látható a kijelző aljában, hogy mikor készült ez az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videó. És akkor szépen haladok tovább. Amúgy egy tölgyfa erdőbe sétálok, ahogy látható ezen a felvételen, mert tényleg egy tölgyfa erdőbe sétálok, és ez így lesz mindaddig, amíg el nem jutok Hidegkútig, ahol majd szépen le fogok ereszkedni a völgybe, mert Hidegkút tulajdonképpen egy völgybe van, maga a falu, tehát maga a falu egy völgyben helyezkedik el, mármint Hidegkút, ami egyébként egy zsákfalu, ahogy már mondottam ebben a videóban, mert Hidegkútról ugye azt kell tudni, hogy tulajdonképpen az egy zsákfalu, legalábbis közúton zsákfalunak számít, tehát ott egy buszforduló van az út végén, és ennyi, onnan csak visszafelé lehet menni, legalábbis közúton. Hát ilyen erdei út viszont ugye több is vezet Hidegkútra, hát 3-4-ről biztosan tudok, ilyen erdei kocsi útról, ami Hidegkútra vezet, mint például ez is Hidegkútra vezet, meg még ezen kívül vagy 2-3, de lehet, hogy több, ezt még sose számoltam meg, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy én szépen haladok Hidegkút felé. Hú, gyerekek! És akkor lassacskán majd jön az emelkedő, ahol majd igencsak kapaszkodnom kell majd, mert tényleg jönni fog most már az emelkedő. Hát télen is leizzadtam, amikor megmásztam azt az emelkedőt. Hát most nyáron, szerintetek, mennyire fogok leizzadni baromira, mert télen is megizzasztott ez az emelkedő, pedig akkor tél volt, amikor utoljára itt jártam, és akkor is megizzasztott ez az emelkedő, ami majd nem sokára itt
fel is fog bukkanni az orrom előtt, ami egy eléggé kapaszkodós kis meredek emelkedő. Hú, azt tudja, hogy megint le fogok izzadni, hisz télen is megizzadtam, míg fölmásztam rajta, hát még ilyenkor nyáron. Ja. És szépen haladok tovább, ahogy látható ezen a felvételen. És nem sokára mindjárt szemmel látható lesz az emelkedő is. Mert tényleg nem sokára szemmel látható lesz. Hú. Már most emelkedünk fölfelé fokozatosan. Tehát már most fokozatosan fölfelé emelkedünk. De ez még fokozódni fog, jócskán. Hú, gyerekek! Én már látom az emelkedőt, ami előttem van. Hát, ja, újra itt vagyok. Hú, gyerekek! Jó, meggondoltam én eztet. Meg akarom mászni ezt az emelkedőt? Jó kérdés. Ezt én jó meggondoltam. De hát most már nincs visszaút. Úgyhogy megmászom ezt az emelkedőt újfent. Újfent megmászom. Hú, gyerekek! És majd ezt álljon a java. Kezdődik a jó kis emelkedő. És akkor mindjárt mutatom nektek, hogy még itt vagyok a zöld sávon. Most megmutatom nektek. Íme. Itt látható a zöld sáv túraútvonalnak a teljesen egyértelmű jelzése. És a piros sáv túraútvonalnak is itt látható a jelzése. Erről a piros sáv túraútvonalról azt kell tudni, hogy elindul Balatonfüredről, a hajóállomásról, a hajóállomástól, és tart egészen a Noszlopi Gáspár kilátóig, míg ez a zöldsáv túraútvonal elindul Balatonfüredről, a vasútállomásról, és tart egészen Aszófőig, közben érinti Hidegkutat, illetve Balatonszöllőst is, ez a bizonyos zöldsáv túraútvonal, aminek a teljesen egyértelmű jelzése itt látható. És akkor haladok is tovább ezen a bizonyos zöldsáv túraútvonalon. Tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen! És akkor itt van már előttem az emelkedő, amit meg kell másznom. Hát lányok és fiúk, egy kis visszatekintés. Egy kicsit visszatekintünk. Íme. Ugye én abból az irányból jövök. Arra felé van Balatonfüred, Nosztori autós pihenő, Nosztori kalandpark, konkrétan arra felé van, tehát ő abba az irányba. És akkor így néz ki a közvetlen környezet, ahogy látható ezen a felvételem. És akkor én haladok tovább arra fölfelé. Nem, nyugodtan, menjen csak! Hát közben egy erdészetnek az egyik munkatársa megkérdezte, hogy nem ez zavar. Hát persze, hogy nem zavar, hisz az ő területe ez itten. Ez itt az ő munkahelye. Én itt csak ugye vendég vagyok. És akkor szépen haladok fölfelé. És bele is vágtam tulajdonképpen ebbe az emelkedőbe. Mert tényleg belevágtam ebbe az emelkedőbe, ami hát igen, eléggé emelkedős, és eléggé meredek is. Hát gyányok és fiúk, mit ne mondjak, szerintem én ezt nem gondoltam meg alaposan, hogy én ezt tényleg meg akarom mászni. Hát most már mindenképp meg fogom mászni, ha már itt vagyok, ezt az emelkedőt újfent, mert már több alkalommal is már megmásztam ezt az emelkedőt, tehát nem ez az első alkalom, hogy én megmászom ezt az emelkedőt.
De hú, gyerekek, jó kis meredek kis emelkedő lesz ez. Már most lehet látni, hogy baromi meredek, mert tényleg baromi meredek. Már most lehet látni rajta. És akkor szépen elindultam fölfelé tulajdonképpen. Valójában a Recsekhegyre kapaszkodok fölfelé, mert valójában a Recsekhegyre kapaszkodok fölfelé, ahogy látható ezen a felvételen. Hú, gyerekek! Hú, ez jó kis meredek! Ó, kis meredek, kis emelkedő ez itt fölfelé. Hú. És haladunk arra fölfelé, föl a Recsekhegyre, mert ez itt a Recsekhegy, ami itt konkrétan előttem van. Csak nem látszik ugye az erdőtől, de ez itt maga a Recsekhegy. Hát a víz az már rendesen szakad rólam. Egy kicsit meg is álltam pihenni, úgyhogy ja. És akkor mászok tovább. Hát ezt a hegyet mindenképp át kell másznom, ahhoz, hogy eljussak Hidegkútig. Tehát ezt a hegyet, ezt mindenképp át kell másznom. Hú, gyerekek, ez jó kis meredek emelkedő. De ezt elmondtam akkor is, amikor utoljára itt jártam, hogy ez baromi meredek. És ugye arról is van természetesen videó a csatornámon, amikor még a télen utoljára itt jártam, mert télen jártam itt utoljára, erre tisztán emlékszem, hogy tél volt, amikor utoljára itt jártam. Most pedig nyár közepe van, július 27-e, 2022, pontos idő és dátum folyamatosan a kijelző aljában látható. Hú, gyerekek! Jó meredek, de szerintem ez látható is, hogy milyen meredek, milyen szintkülönbség van itten, meg hogy milyen meredek ez a kis emelkedő. Hú, és ahogy mondottam, ugye mészkőből van a Recsekhegy, mert mészkőből van, tehát mészkő a kőzete a Recsekhegynek, egy mészkőkup tulajdonképpen ez a Recsekhegy. Hú, gyerekek, híj, szakad ám a víz. Oh, jó meredek kis emelkedő fölfelé. Hú, gyerekek, ez baromi meredek. Bocsi, gyerekek, de ez, hú, értitek, rendesen levert már a víz, pedig még csak a felénél vagyok körülbelül ennek a hegynek, ennek az emelkedőnek, de már rendesen levert a víz. És akkor haladok tovább, ahogy látható ezen a felvételen. Gyerekek! Hát, egy kis szünetet fogok itt tartani, ezen a ponton. Hú. Egy kis szünet, majd arrafelé fogom folytatni az én kis sétámat, tehát arra tovább fölfelé, de ez majd egy következő videó témája lesz, mivel hogy ezt a videót itt és most lezárom, és egyelőre megköszönöm a figyelmeteket, hogy itt voltatok velem
ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is. Tartsatok velem legközelebb is egy következő videóban, hiszen ezt a sétát nem sokára folytatom, majd egy következő videóban. Tartsatok velem a következő videóban is, és én már a következő videóban arrafelé fogom folytatni a sétámat, tovább arra fölfelé, tehát tovább arra fölfelé fogok haladni, de ez majd egy következő videó témája lesz, mivel ezt a videót itt és most lezárom, és egyelőre megköszönöm a figyelmeteket, hogy itt voltatok velem ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is. Tartsatok velem egy következő videóban is. Addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra és egymásra. Üdvözlettel Frici, Balatonfüred környékéről, a Zöldsáv túraútvonalról. Sziasztok!